Magyarország második világháborús szerepét, résztvételét fogjuk megnézni ebben a videóban, egészen a német megszállásig. Ahhoz, hogy ezt az időszakot át tudjuk tekinteni, egy kicsit nézzük meg, hogy milyen események is voltak a második világháború kapcsán, amivel ideig foglalkoztunk. Egy kicsit a második világháború kirobbanása előttől indulunk, de olyan eseményekkel, amik közvetlenül hozzáfűződnek a második világháború eseményeihez. Talán ezek közül a legelső az Anschluss, a Szudéta vidék elcsatolása, Csehszlovákia megszállása, ami a mi történelmünk szempontjából is egy fontos időszak volt, hiszen a Felvidék déli része ekkor került vissza Magyarországhoz. A II. Világháborút közvetlenül megelőző nagy nemzetközi szerződés a Molotov-Ribbentrop paktum volt 1939. augusztus 23-án, majd elkezdődött a világháború 1939. szeptember 1-én Lengyelország megtámadásával. A különböző évszámok ismerete tulajdonképpen azért fontos, mert ezek jelzőkarul szolgálnak számunkra ahhoz, hogy egy egész folyamatot meg tudjunk ismerni. Természetesen nem egyszerű ezeket megtanulni, és hogyha valakinek nem első alkalommal kell mondani, mondjuk, mint nekem, akkor sokkal könnyebben mennek ezek az évszámok és ezek az események. De ha a főbb eseményeket tényleg meg tudjuk jegyezni és el tudjuk helyezni időben, akkor a többi esemény is könnyebben párosítható vagy elhelyezhető ezen az időszalagon. Tehát Németország megszállja Franciaországot 1940 tavaszán, ezután következik az angliai légi csata, majd a következő évben, 1941-ben indul a nagy keleti hadjárat, a Barbarossa terv a Szovjetunió meghódítására. Ugyanez év december 7-én támadja meg Pearl Harbor-nál a japán haditengerészet, az amerikai haditengerészetet, és kezdődik a második világháborúnak a csendes óceánra történő kiterjesztése is. A szovjetek megállítják a németeket Moszkva előtt 1941. decemberében, a következő év közepén van a nagy forduló a csendes óceáni hadszintéren, a Midway-szigeteki csata, majd a Stalingrádi csata elkezdődik, ami a szárazföldi vereséget okozza, az első nagy szárazföldi vereséget okozza a német csapatoknak. A Stalingrádi csata 43 telén ér véget, majd ugyanezen év nyarán elkezdődik a Csiga offenzíva, vagyis Olaszország amerikaiak által történő megszállása. A következő év nagy jelzőkarója 1944. június 6-a D-Day, a normandiai partraszállás időszaka, majd ezután felszabadítják Franciaországot. Legközelebb, amit érdemes megjegyezni, az Hitler halála 1945. április végén, majd néhány nappal később Németország kapitulál, így az európai világháború, európai hadszínterén befejeződnek a harcok. Május 8-án az első atombomba ledobása, szintén egy nagyon fontos időszak az emberiség történetében, augusztus 6-a 1945-ben. Ezután történik Japán legyőzése, amikor is a japánok feltétel nélkül leteszik a fegyvert szeptember 2-án 1945-ben. Tehát ez az az időszak, amit mi második világháborúként ismerünk. Természetesen rengeteg más esemény is fűződik ehhez az időszakhoz, de most azért szükséges ezeket így kiemelni, mert ezek azok, amelyek a magyar politika szempontjából is fontos és sorsfordító események és időpontok. A második világháború előtti európai viszonyokat is egy picit tekintsük át. Magyarország itt van Európa közepén. Körülöttünk milyen országok vannak? Egyrészt itt van tőlünk délre a Jugoszlávia, amelyik a Kisantantnak a tagja, kvázi ellenségnek is nevezhető, de semmiképpen sem a barátunk. Ugyanez a helyzet Romániával, amelyik nyilván területi vitában is van Magyarországgal, természetesen a trianoni béke neki kitélte Erdélyt és a Párciumot,
de ettől még a magyar politikum, a magyar politikai vezető réteg, sőt, tulajdonképpen az egész ország lakossága szeretné visszaszerezni Erdélyt. A távolabbi vidékünkön itt van a Szovjetunió, ami kommunista ország, egy kommunista diktatúra, és mint ilyen automatikusan ellenségünknek számít. A következő ország, amit megemlítünk, az Itália. Itália, tehát Olaszország. Olaszország barátunk, kereskedünk velük. Olaszország volt az egyetlen egy olyan ország, vagy az első olyan ország, amelyik az első világháború után a győztesek közül fölvette velünk a kapcsolatot, és kereskedelmi kapcsolatokba kezdett. Itt van tőlünk északra Lengyelország, ami barátunk, évszázados hagyományok fűződnek a lengyel-magyar barátsághoz. Van is ilyen mondás, hogy lengyel-magyar két jó barát együtt vív és issza borát. Tehát Lengyelország egy baráti, Olaszországot nevezhetjük baráti országnak, a többiek, akik itt a környéken vannak, dél és keleti irányban viszont ellenségeknek számítanak, illetve hát itt van a Német Birodalom 1938-39-ben, ami barátunk. Most persze ezt a barát kifejezést ezt elég nehéz értelmezni a politikában, de minden esetre ők voltak azok, akik területet adtak nekünk, és lehetővé tették számunkra az első bécsi döntésben azt, hogy visszakapjuk a Felvidéket, illetve Kárpátalját megszerezzük 1939 tavaszán, amikor Csehszlovákia részeire hullott. Tehát ezek az európai viszonyok magyar szempontból 1939-ben a II. Világháború kirobbanásának pillanatában. Már egy kicsit árnyalja a képet, hogy Németország is baráti viszonyban van velünk, legalábbis mi nagyon szeretnénk baráti viszonyban lenni Németországgal. Másrészt itt van Lengyelország, amelyik meg nem szeretnénk megszakítani a baráti viszonyt, viszont ez a két ország egymással szemben áll. Hiszen a Danzigi folyosót szeretnék a németek megszerezni, illetve hát hosszú távon természetesen egész Lengyelországra igényt tartanak. A revíziót, a határrevíziót, a területi revíziót, az első világháborús békedöntések területi revízióját német segítséggel sikerült megváltoztatnunk. Tehát teljes mértékben lekötelezettjei vagyunk Hitlernek és a német birodalomnak. Az első bécsi döntés 1938. novemberében a Felvidék déli részét adta vissza Magyarország számára, és ezzel a területtel növekedtünk. Az első bécsi döntés egy jogi döntés volt, bár itt megint árnyalja a képet, hogy a britek és az amerikaiak és a franciák nem vettek részt ebben a bécsi döntésben, tehát tulajdonképpen nem áll mögötte nagyhatalmi támogatás, itt csak a nagyhatalmak közül csak a németek voltak azok, akik ebben benne voltak, illetve az olaszok, akiket hát tekinthetünk nagyhatalomnak, de azért kérdéses, hogy mennyire számítanak ők nagyhatalomnak. 1939. márciusában, amikor a Csehszlovákia teljesen megszűnik a német megszállás következtében, illetve Szlovákia kimondja a függetlenségét, akkor a németek engedélyével megszálljuk Kárpátalját is, és ez a rész is visszakerül Magyarországhoz. Ez viszont nem bíróság, nem tárgyalás, nem nemzetközi kapcsolatok ápolása során vagy mentén kerül vissza Magyarországhoz ez a terület, hanem ezt ténylegesen fegyverrel foglaljuk vissza, bár különösebben komoly harcokat nem kell vívni Kárpátalja visszaszerzéséért. A második bécsi döntés 1940. augusztusában történt, ez már a világháború kirobbanása utáni esemény, amikor is visszakapjuk Észak-Erdélyt Romániától. Az volt az eseményt kiváltó ok,
hogy a magyar seregek felvonultak a román-magyar határra, de hát Románia is német szövetséges, illetve Magyarország is német szövetséges volt, és a németek nem viselhették el azt, hogy egy háborús helyzetben két szövetségesük egymásnak feszül, és emiatt igyekeztek egyrészt Magyarországot jobban magukhoz láncolni, másrészt a fegyveres ellenállást a két fél között így megelőzni, hogy Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt, ugyanakkor a déli erdélyi területeket, ahol túlnyomó részt románok éltek, azt a Románia megtarthatta. Ez is egy bírósági döntés eredményeként került vissza Magyarországhoz. Ebben az időszakban, 1939 és 41 között Magyarország miniszterelnöke, Magyarország kormányfője Teleki Pál, aki már 1920 és 21 között is betöltötte ezt a tisztséget, és most 1939-től második alkalommal. Ő a fegyveres semlegesség politikáját hirdette meg, mert létfontosságúnak tartotta, hogy ne legyen fegyveres konfliktusa Magyarországnak a győztes nagyhatalmakkal. Tehát semmiféleképpen sem szabad nekünk semmelyik első világháborús győztessel ismét hadi állapotba kerülni. Lehetünk a németeknek a barátai, lehetünk a németeknek a támogatói, de semmiképpen sem szabad fegyveres konfliktust megkockáztatnunk Nagy-Britanniával, Franciaországgal és az USA-val. Ugyanakkor elfogadja Teleki a német segítséget a revízió ügyében, tehát egyértelműen elismeri, hogy a németek ebben a térségben döntő szóval bírnak, és emögé a döntő szó mögé Magyarország is be tud állni. Viszont, amikor a németek megtámadják Lengyelországot 1939. szeptember 1-én, akkor Magyarország kategorikusan nemet mond arra a felkérésre, hogy német csapatok átmehessenek Magyarország területén, vagy hogy mi esetleg segítsünk német csapatoknak megtámadni Lengyelországot, tehát ebben mi nem nyújtunk segítséget. Úgyhogy az első dolog, a német segítség elfogadása a revízió ügyében, ez nyilván a győztes nagyhatalmak szemében egy negatív dolog volt, viszont az, hogy Lengyelországnak meg nem nyújtottunk segítséget, ez meg egy pozitív. Tehát azt mondhatjuk, hogy 1939-et sikerült a fegyveres semlegesség jegyében megúsznunk, és nem részese lenni ennek a fegyveres konfliktusnak, amit második világháborúnak nevezünk. Németország szempontjából, tehát hogyha a másik irányból nézzük, az, hogy elfogadtuk az ő segítségét, az nyilván egy pozitív dolog. Az viszont, hogy Lengyelország megszállásában nem nyújtottunk segítséget, ez a németeknek már gyanús lehetett, hogy nem leszünk olyan könnyű, egyszerű szövetségesei, ami bármikor lehetővé tenni azt, hogy Magyarországgal bármikor egyszerűen rendelkezzenek. Teleki Pálnak a politikája az volt, hogy Magyarország katonai erejét és anyagi javait és népességét mindenféleképpen meg kell őrizni, mert az, hogy ki fogja megnyerni ezt a háborút, ez kétséges. Tehát Teleki nagyon tájékozott és nagyon okos, nagyon bölcs ember volt, egyébként földrajz professzor az egyetemen. Ő már 1939-ben látta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezt a háborút a németek meg fogják nyerni. Természetesen rövid távon nyerhetnek csatákat. Rövid távon, hogyha ügyesen politizálnak, akár területi gyarapodással is rendelkezhet Németország, de hosszú távon, hogyha egy hosszú háborúba bocsátkozik Németország, nem lesznek elegek az erőforrásai ahhoz, hogy végig tudja vinni ezt az eseménysort, és ebben az esetben viszont, hogyha Magyarország beáll mellé, akkor Németország Magyarországot magával fogja rántani. Tehát ezt nem szabad semmiféleképpen megkockáztatni. Kockáztatni csak akkor szabad Teleki szerint, hogyha az nekünk, magyaroknak érdekünkben áll. Ilyen kockáztatás volt például a Kárpátalja katonai visszaszerzése. Ott egy kockázatot vállalt a magyar kormány, és ez bejött. Az persze hosszú távon nem jött be, az egy más kérdés, de a kockázatot csak saját érdekünkben szabad vállalni, Németország érdekében semmiféleképpen sem.
A lengyel menekültek befogadása 1939. szeptemberében a németek szemében egy negatív dolog volt, tehát ők ezért nagyon mérgesek voltak. De gondoljunk bele, hogy végül is egy németektől kapott terület gyarapodás, sőt két németektől kapott település gyarapodás után és további terület szerzések reményében mégis megtettük azt, hogy mi befogadjuk a lengyeleket. Ezt azt mondhatjuk, hogy a második világháború magyar szempontú részvételében ez a legpozitívabb esemény volt a lengyel menekültek befogadása. Még gimnáziumot is létrehozott a magyar kormány a lengyel menekültek számára, amelyik a világháború során működött, és itt tudtak lengyel gyerekek tanulni. Itt látható képek lengyel menekültekről, akik a második világháború idején Magyarországon tartózkodtak. A magyar politikának természetesen egy nem nagy hatalomként folyamatosan taktikáznia kell, és folyamatosan taktikáznia kellett. Ez jellemezte a magyar kormánynak a politikáját. Igyekeztünk lépéseket tenni a németek felé, és igyekeztünk lépéseket tenni, menekülő utakat keresni más irányokban is. Tehát, hogy ne zárjuk be magunkat végérvényesen a német szövetségnek a börtönébe, hanem próbáljunk különböző irányokba tapogatózni. Az egyik ilyen a három hatalmi egyezményhez való csatlakozás volt. Ez egyértelműen német barát lépés volt 1940. szeptember 27-én. A három hatalmi egyezmény az Németország, Olaszország és Japán között jött létre. Ezek voltak a tulajdonképpeni tengelyhatalmak, a második világháború egyik nagy katonai tömbje. Tehát mi csatlakozunk ehhez a katonai tömbhöz, tehát elismerjük, hogy a mi jövőnket ezek mellett a nagyhatalmak mellett képzeljük el. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy nem csak mi csatlakoztunk ehhez a három hatalmi egyezményhez, hanem Szlovákia, Románia és Bulgária is. Vagyis, mivel nekünk Szlovákiával és Romániával kapcsolatban mindenféleképpen vannak és voltak területi követeléseink, ezért nem kockáztathattuk meg azt, hogy nem csatlakozunk ehhez a három hatalmi egyezményhez, mert akkor a németek azt fogják gondolni, hogy hát ezeknek a magyaroknak nem fogunk több területet adni, hiszen nem hálálják meg vagy nekünk azokat a lépéseket, amiket idáig tettünk. Úgyhogy nem nagyon volt választási lehetőség, mint hogy csatlakozunk ehhez a szövetséghez. Ugyanakkor szintén 1940-ben megpróbál Teleki egy kitörési pontot keresni. Ugye a térképen tudjuk, hogy mik a realitások. Tőlünk északra ott van Szlovákia, egyetemben német csatlós állam, tőlünk keletre ott van Románia, amelyik szövetségese Németországnak, velünk elég jelentős feszültségeik vannak, pont Észak-Erdély visszaszerzése miatt. Tőlünk nyugatra Ausztria, illetve akkor már nem Ausztria, hanem a Német Birodalom, tehát egyetlen egy menekülési útvonalunk van, dél, Jugoszlávia. Jugoszlávia is kapott területeket, méghozzá jelentős területeket Magyarország területéből az első világháborút lezáró békeszerződések következtében, tehát végül is velük szemben is van követelésünk, tehát tőlük is szeretnénk visszaszerezni a délvidéki területeinket, úgy, mint a Muraközt, vagy a délvidéket, vagy a Baranyai háromszöget. Viszont Teleki itt egy nagyon nagy vonalú lépést tesz, örök barátsági szerződést kötünk 1940. december 12-én, amiben elismerjük, hogy nincsenek területi követeléseink a Jugoszláviával szemben. Tehát nem szeretnénk visszakapni azokat a délvidéki területeket. Ez egy hatalmas lépés, a tekintetben, hogy ha baj történik, akkor legalább egy irányban legyen Magyarországnak menekülő útvonala. Csak hogy közben bekövetkezett az, hogy Olaszország megtámadta Görögországot, nem sikerült a hadjárat, és a németeknek kellett segítséget nyújtani ebben,
és a német segítségnyújtás csak úgy tudott megvalósulni, ha nem csak Bulgária irányából támadnak Görögországra, hanem Jugoszláviát is igénybe veszik, tehát csak a Balkán félszigeten keresztül, a teljes Balkán félszigeten keresztül volt lehetőség Görögország legyőzésére. Tehát a németek 1941 tavaszán megtámadják Jugoszláviát, és ebben a pillanatban Hitler már ragaszkodott a magyar segítséghez. Korábban nem voltak olyan igényei, hogy a magyarok segítsenek, itt viszont egyértelműen látszik, hogyha térképre nézünk, hogy Magyarország kulcspozícióban van Jugoszlávia elfoglalása tekintetében, hiszen az osztrák-jugoszláv határ az egy hegyvidéki terület, viszont a magyar-jugoszláv határ egy alföldi terület, tehát a német páncélosoknak ez kell, hogy legyen a felvonulási terület. Na most itt Magyarország nagyon súlyos dilemmák előtt áll. Ugyanis, ha megtámadjuk Jugoszláviát, az is negatív következményekkel jár, ha visszautasítjuk Hitlert, az is negatív következményekkel jár. Ha megtámadjuk Jugoszláviát, vagy legalábbis segítséget nyújtunk Jugoszlávia megtámadásában, az a néhány hónappal korábban aláírt örökbarátsági szerződés megszegését fogja jelenteni, magyarul becstelenség. Azon kívül az angolok teljesen határozottan megüzenték, hogy abban az esetben, hogyha segítséget nyújtunk a németeknek, netán megtámadjuk Jugoszláviát, akkor ők hadüzenetet fognak nekünk küldeni, vagyis azt a doktrinát, azt a tervet, amit Teleki fogalmazott meg, miszerint nem kerülünk fegyveres konfliktusba a győztesekkel, ezt itt akkor most sútba dobhatjuk. Másrészt, hogyha Hitlert visszautasítjuk, akkor az biztos, hogy további határrevízió lehetetlen lesz, tehát Dél-Erdélyt egészen biztos nem fogjuk visszakapni, sőt, ekkor még az is kérdéses, hogy akkor Észak-Erdélyt megtarthatjuk-e esetleg. Ráadásul kockáztatjuk azt, hogy Magyarországot ebben az esetben megszállják a németek, és akkor semmiféle befolyásunk nem lesz arra, hogy az országunk erőforrásaival mi lesz, mind katonai, mind gazdasági erőforrásaival, és hát elveszítjük a visszaszerzett területeinket. Értsük úgy, hogy a hűséges románok és szlovákok fogják visszakapni azokat a területeket, amiket az érdemtelen magyarok érdemtelenül szereztek meg. Ebben a helyzetben áll tehát a magyar politikai vezetés, és végül is Horthy amellett dönt, hogy a Jugoszlávia megtámadása, illetve abban való segítségnyújtás, ez a kisebbik rossz, tehát ezt kell bevállalnunk. A miniszterelnök Teleki Pál viszont nem tudja felvállalni ezt a helyzetet, és a támadás előestéjén levelet ír Horthynak. Főméltóságú úr, szószegők lettünk gyávaságból. A mohácsi beszéden alapuló örök béke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk, mert a mondva csinált atrocitásokból egy szó sem igaz. Ezek a mondva csinált atrocitások azok voltak, hogy a németek terjesztették, hogy a jugoszlávok megtámadtak magyar és német lakosságot Jugoszlávia területén, de hát ebből egy szó sem volt igaz. Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem. Hullarablók leszünk, a legpocsékabb nemzet. Tehát szószegők lettünk gyávaságból. Gazemberek oldalára álltunk. Hullarablók leszünk. Ezt írja egy miniszterelnök az államfőnek, a kormányzónak. Itt lehet érezni, hogy elpattant egy húr Telekinél, tehát hogy ez már túl van a normalitás határán, és az lesz a dolognak a vége, hogy Teleki öngyilkosságot követ el
még egy plusz levelet is odafűz, hogy főméltóságú úr, ha cselekedetem nem is sikerülne teljesen, és még élnék, ezennel lemondok. Mély tisztelettel Teleki Pál, és 1941. április 3-án öngyilkos lesz a budavári Sándor palotában, abban a palotában, ami ma egyébként a köztársasági elnöknek a rezidenciája. Itt látható, ahogy az országházban felravatalozták Teleki Pált, és nem sokára eltemetik. Viszont ez a döntés azt jelenti, hogy Magyarország az eddigi fegyveres semlegesség politikájával szakít, és részt veszünk a háborúban. 1941. április 11-én Jugoszláviát Magyarország is megtámadja. Ekkor már az új miniszterelnök Bárdossy László itt látható ezen a képen, aki 1941 és 42 során volt Magyarországnak a miniszterelnöke. Azt kell róla tudni, hogy nem nemzeti szocialista, tehát ő nem náci, viszont aktív német barát. Tehát a németek mellett állásnak a híve, nem náci, de mivel éppen Németországban náci kormány van, akkor természetesen a német nácikat fogja támogatni. És ekkor következik be a délvidék visszaszerzése, megkapjuk a délvidéket és megkapjuk a Muraközt, ami így tehát teljessé válik a két világháború közötti, vagy a második világháború során történő terület gyarapodás. Tehát ezeket a területeket sikerült visszaszerezni, ennél nagyobb már nem lett Magyarország soha, és persze majd látni fogjuk, hogy ezeket a területeket a második világháborút követően ismét elveszítjük. Tehát 1941. április 11-én megindul a délvidék visszafoglalása, és akkortól ez a terület is Magyarországhoz tartozik. Sajnos a magyar részvétel a második világháborúban több esetben háborús bűncselekményekkel terhelt. Ilyen háborús bűncselekmény például az 1942. januári újvidéki vérengzés, az úgynevezett hideg napok esemény sora. Az történt, hogy a Jugoszlávia megszállása során természetesen a jugoszláv partizánoknak nem tetszett az, hogy magyar csapatok is ott vannak Jugoszláviában, és ezért fokozódott a partizán tevékenység. Erre válaszul, mivel a partizánokat elég nehéz elfogni és megállítani a partizán tevékenységet, a magyar katonaság egy része és a magyar csendőrség egy része szerb és zsidó polgári személyeket végzett ki 1942. januárjában, körülbelül 3-4 ezer áldozat volt. Tehát ez egy borzasztó igazságtalan háborús bűncselekmény volt. Tehát vételen polgári lakosság elleni fegyveres támadást nem szabad intézni, ennek ellenére a magyar csapatok ezt mégis megtették. Tehát ezt magyar katonák és csendőrök hajtották végre, de azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy még a háború során 1943 végén, tehát a következő év végén, magyar bíróság elítélte a tetteseket, akik mindezt szervezték. Tehát ez a háborús helyzeten belül is, még a háborús viszonyok közepette is olyan esemény sorozat volt, ami vállalhatatlan, és emiatt bíróság elé állították a megtervezőit, végrehajtóit. Közben a Szovjetunió ellen megindult a német támadás 1941. június 22-én. A magyar katonai vezetők azt mondják, hogy részt kell vennünk a szovjetek elleni háborúban. Ugyanis azt a mondás, hogy érdemeket kell szereznünk. Vagyis, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a meghódított területeket, vagy kapjunk újakat, ahhoz be kell bizonyítanunk, hogy mi méltóak vagyunk rá, mi képesek vagyunk ezeket a területeket megszerezni vagy megvédeni, és hát hogy máshogy lehet ezt megtenni, mint hogy katonai segítséget nyújtunk a németeknek. A magyar politikusok, a magyar miniszterek azért ennél árnyaltabban látták a kérdést,
kockázatosnak tartották a Szovjetunió megtámadását, mert hát azért nézzünk a térképre, tudjuk, hogy mekkora a Szovjetunió, tudjuk, hogy mekkora Magyarország, meg tudjuk, mekkora Németország, meg látjuk láttuk a világtörténelem korábbi eseményeit, hogy mi történt azokkal a hatalmakkal, például Napóleonnal, akik valaha megtámadták a Oroszországot vagy a Szovjetuniót, tehát azért ez nem egy biztos kimenetelű eseménysor. Ekkor következett be a kassai légitámadás 1941. június 26-án. Kassa a frissen visszaszerzett felvidéki nagyváros, ahol ezen a napon néhány repülőgép megjelent és bombáztak. Az az igazság, hogy napjainkig se lehet tudni, hogy kik voltak azok, akik bombáztak, mert felségjelzés nélküli repülőgépek voltak ezek. Lehet találgatni, hogy kinek állt érdekében ez a bombázás. Erre egy latin kifejezést szoktak használni, cui prodest, tehát kinek áll érdekében. Végig sorolhatjuk, hogy kik lehettek, akik bombáztak. Lehettek a szovjetek. Azért, hogy miért is? Nem álltunk velük a háborúban, volt épp elég bajuk, 4 napja támadták meg őket, tehát itt ez egy teljesen érdektelen terület volt a szovjetek szempontjából, tehát teljesen érthetetlen, hogy miért támadtak volna meg minket. Esetleg eltévedt szovjet gépek támadhattak meg minket, de annak sem sincs túl sok értelme. Lehettek például a németek, akik megtámadtak minket, azért, hogy belerángassanak minket a szovjetek elleni háborúba. De lehettek a románok, akik azt gondolták, hogy megtámadnak minket, belerángatnak a háborúban, ezzel Magyarország meggyengül, és majd a meggyengült, katonailag meggyengült Magyarországtól vissza tudják szedni Észak-Erdélyt, vagy még több területet. Vagy ugyanez a helyzet a szlovákokkal, akik kép gondolhatták ezt, de még az is benne van a képben, hogy magyar katonatisztek parancsára, német barát magyar katonatisztek parancsára történt a bombázás, hogy így belerángassák Magyarországot a háborúba. Nem tudjuk, hogy ki volt. Az biztos, hogy felségjelzés nélküli gépek voltak, tehát nem volt a szárnyuk aljára odafest, vagy melyik ország repülői. Így tehát hiába telt el azóta most már 80 év, nem tudjuk, hogy kik is voltak ezek. A vezérkari főnök, a német származású vezérkari főnök Wert Henrik a következő érveket sorolja a hadbalépés mellett. Megköveteli ezt az ország területi épségének, valamint állami, társadalmi és gazdasági rendszerünk biztosítása. Azért is hadba kell lépnünk, mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása a határainktól elsőrendű nemzeti érdek. Mert erre kötelez a keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a bolsevizmussal szembeni elvi állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben. Mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük magunkat, és mert további országgyarapításunk ettől függ. Ezek közül az első 3 érv egészen biztosan hazugság. A 4. és 5. természetesen van igazság, de az első 3-at ez akkor sem tudja felülírni. És ebben a helyzetben következik be a hadüzenet a Szovjetuniónak 1941. június 27-én. Érdekesség, hogy a szovjetek nem akarták elfogadni ezt a hadüzenetet, tehát visszaküldték a nagykövetet, hogy telefonáljon már haza Magyarországra, kérdezze meg, hogy biztosan így gondolják-e, hiszen a Szovjetuniónak és Magyarországnak semmiféle problémája nincsen egymással. De ti jegyezzük meg, hogy a szovjetek nem akartak velünk háborúzni 1941-ben. Viszont a szovjeteknek küldött hadüzenet és a Szovjetunió megtámadása most már automatikus hadiállapotot jelentett a szövetségesekkel, mert a magyarok hadat üzentek a Szovjetuniónak, erre a britek hadat üzentek Magyarországnak, majd a magyarok hadat üzentek az USA-nak, amikor bekövetkezett a Pearl Harbor-i támadás. Hogy ennek az egész helyzetnek milyen tulajdonképpen tragikomikus ez a helyzet,
Érdemes fölidézni ezt a történelmi anekdotát, ami valamilyen amerikai tisztségviselők között lezajló beszélgetés. Hogy pontosan kicsoda, az nehéz eldönteni, mert különböző források vannak, és mivel ez egy anekdóta, egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg így is volt, de érdemes azért végighallgatni, és sok mindent elárul arról, hogy ha nem lett volna ennyire fájdalmas ez az egész helyzet, akkor tulajdonképpen rendkívül nevetséges volt a helyzet. Magyarország ugye köztársaság, mondja az egyik amerikai tisztviselő a másiknak. Nem uram, királyság. Akkor van királyuk? Nem, nincs. Tengernagyuk van. Akkor van flottájuk? Nincs. Mivel nincs tengerük? Van valami követelésük? Igen. Amerikával szemben? Nem. Angliával szemben? Nem. Oroszországgal szemben? Nem. Hát akkor kivel szemben van követeléseik? Romániával szemben. Akkor Romániának is hadat fognak üzenni? Nem, uram, ők egymás szövetségesei. Tehát látjuk, hogy ez egy borzalmas helyzet, ami gyakorlatilag nem lett volna szabad belevágni, de az a helyzet, hogy nem volt választási lehetőségünk. A magyar politika egészen 1920. június 4-től, a trianoni békétől egy egyenes útvonalon sodródott a német barátság, majd a német szövetségnek a vermébe, a csapdájába, és nem volt választási lehetőségünk 1941 nyarán, hogy mit csináljunk. Illetve az lett volna, hogy bevállaljuk a német megszállást és ezzel az ország megszüntetését. 1941 során a következő hadműveletek zajlanak le, kiküldjük Magyarország gyors hadtestjét a frontra, a szovjet frontra. Tudni kell, hogy a németek ezt nem kérték. Tehát kiküldtük a gyors hadtestet, és ez a gyors hadtest a magyar királyi hadsereg legjobban felszerelt egysége volt. Na most a hadműveletek során ez a legjobban felszerelt egység elvesztette a kis harckocsiainak 100%-át, könnyű harckocsiainak 80%-át, elvesztett 30 repülőgépet, elvesztett 28 tüzérségi löveget, 1200 darab járműt, és ezek soha nem kerültek vissza. És mondom, ez a legjobban felszerelt egysége volt a magyar hadseregnek, tehát minden, ami ezután következett, az ennél rosszabb állapotban volt. És még 4500 katonát is vesztettünk. A következő év során került sor a második magyar hadsereg bevetésére. Mivel a Barbarossa terv 1941-ben kudarcot vallott, tehát 1941. decemberéig nem sikerült elfoglalni Moszkvát, ezért a németek most már követelték azt, hogy Magyarország küldjön ki katonákat, méghozzá most már egy nagy mennyiségű hadsereget a frontra, hogy segítse a német csapatoknak a szárnyait, tehát oldalt a északi vagy déli területeken az előrenyomulás során. 200 ezer katona kerül ki a frontra, 200 ezer magyar katona, az úgynevezett második magyar hadsereg. Itt látható képek a második magyar hadseregről. Természetesen már veszteségeket szenved ez a hadsereg 1942 nyarán őszén is, de végül is azt a feladatot kapják, hogy biztosítsák a Don folyó mentén a német csapatok oldalszárnyát, az oldalát azért, hogy a szovjetek ne tudják oldalba támadni a németeket, és ne tudják őket bekeríteni. Tehát ez a terület volt az, amit a magyar hadseregnek kellett védenie. A többi szakaszon olasz, illetve román csapatok voltak elosztva, tehát őnekik kellett a németek hátát vigyázni. Itt található Stalingrad. 1943. januárjában bekövetkezett a szovjet ellentámadás, és hiába adja ki Vitéz Jáni Gusztáv, a második magyar hadsereg parancsnoka, hogy visszamenni senkinek sem szabad, nincs hátra, csak előre van, a Don kanyar elesik, és
gyakorlatilag így nem tudjuk megakadályozni a szovjet csapatoknak az áttörését. Azt persze tudni kell, hogy borzasztó gyenge felszereléssel volt kint a második magyar hadsereg. Gyakorlatilag nyári felszereléssel voltak a szovjet télben, a mínusz 40 fokban. Élelmiszerellátás már hónapok óta nem volt, ruhaellátás hónapok óta nem volt, de fegyverellátás se. Tehát nem volt annyi tölténye a második magyar hadseregnek, nem puskája, tölténye nem volt annyi, mint ahány katonája. Tehát így nem lehet a tankok ellen, a szovjet tankok ellen harcba állni. Tehát ez nem is jelent, tehát nem is kérdés, hogy a szovjetek legyőzték minket. Mínusz 40 fok hidegben, 80 ezer szovjet katona, 300 harckocsival, pillanatok alatt legyalulta a második magyar hadsereget, két hét alatt 120 ezer ember halt meg a második magyar hadsereg sorai közül. Ez a teljes magyar történelem legnagyobb katonai vereségének számít a Donkanyarban, a második magyar hadsereg pusztulása. Sajnos a szovjet fronton is követtek el a magyarok háborús büntetteket. A magyarok megszállási szerepet kaptak többek között a Szovjetunióban, és 120 ezer polgári és hadifogoly áldozat halála kapcsolható közvetlenül a magyar részvételhez, vagy a magyar katonák kezéhez. Tehát itt látható, hogy olyan dolgokat csináltak a magyar katonák, ami vállalhatatlan. Szintén egy borzasztó negatív dolog volt, és így utólag nézve az ember csak szégyenkezhet azért, amit a magyar politikum, a magyar vezető réteg tett a magyarországi zsidósággal a munkaszolgálatok kapcsán. Zsidókat és kommunistákat fegyver nélküli rabszolgamunkára vittek a frontra, de ez alatt azt kell érteni, hogy lövészárokásás vagy aknaszedés puszta kézzel. Tehát ilyen olyan dolgok, amik önmagukban is életveszélyesek, de mindezt úgy, hogy közben az ellenség lő ránk, és őnekik még csak fegyverük sincsen, hogy visszalőjenek. És ilyen munkára vitték ki a magyar zsidóság színejavát, és ilyen munkaszolgálat során több tízezer vagy több százezer magyar állampolgár halt meg. Csak hogy a legismertebbeket mondjam, akik munkaszolgálatosok voltak, Rejtő Jenő például, vagy Szerb Antal, akik egyébként a magyar kultúrának igen fontos szereplői. A Donkanyarbeli csatavesztés után már nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy valahogyan meg kell egyeznünk a szövetségesekkel. Tehát meg kell találni azt a lehetőséget, hogy kiugorjunk ebből a háborúból, mert 1943. januárja után, a sztálingrádi csatavesztés után egyértelmű volt, hogy ezt a háborút a németek nem fogják megnyerni. Tehát minél tovább maradunk a németek markában, annál inkább biztos a vereségünk. Tehát innentől kezdve menekülni kell, szabadulni kell a német szövetségtől. Ekkor leváltják Bárdosit a miniszterelnöki tisztségből, leváltja a Horthy az előző miniszterelnököt, és korábbi bizalmasát, Kállai Miklóst nevezik ki miniszterelnöknek, akinek azt a feladatot adja, hogy valamiféleképpen szervezze meg az ellenséges nagyhatalmakkal a különbékét. Ezért Kállai Miklós titkos tárgyalásokba kezd az angol szászokkal, tehát Amerikával és az angolokkal, a britekkel, de mindeközben, hogy nehogy a németek véletlenül megneszeljék mindezt, hogy mi szeretnénk kiugrani a háborúból, ezért a nyilvánosság előtt azt mondja és azt terjeszti, hogy a háborút folytatni kell. Ezt nevezzük a Kállai féle
hintapolitikának. Tehát egyrésztről titkos tárgyalásokat folytat a szövetségesekkel, másrésztről viszont a nyilvánosság előtt a német barátságot hirdeti. A nyugati nagyhatalmak feltételeket szabnak, például, hogy Magyarország azonnal csökkentse a németeknek nyújtott támogatást, és abban a pillanatban, hogy a szövetségesek ideérnek a határainkhoz, rögtön meg kell támadnunk a németeket. Tehát akárhol is tartunk, rögtön a magyar hadseregnek a németek megtámadásába kell kezdeni. Csak hogy problémák vannak ezzel az egész tervel. Méghozzá az, hogy amint láttuk, a magyar katonai vezetés német barát. Tehát ők nem látnak tovább a fegyveres konfliktusnál, ők azt mondják, hogy nem szabad egy háborúból a menet közben kiugrani, ráadásul a németek erősek, őnekik jó fegyvereik vannak és a szövetségeseink, tehát nem tartják szükségesnek és lehetségesnek a háborúból való kiugrást. Ráadásul a német hírszerzés mindenről tudott. Tehát a német kémtevékenység következtében a németek tudták, hogy mi mit tervezünk, és tudták, hogy milyen titkos tárgyalásokat folytatunk. És 1944 tavaszán, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy a németek megelégelték Magyarországnak ezt a hintapolitikáját, Hitler magához rendelte Hortit Klesheimbe, ez egy Ausztriában levő kastély, hogy megbeszéljék a háború további menetét. Horthy meg is érkezik Hitlerhez, és miközben Horthy ott tartózkodik Klesheimben, Hitler kiadja a parancsot Magyarország katonai megszállására.